gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Folytatjuk tehát ezt a témát a Zero Carbon, vagy Net Zero Carbon Tax Policy-ről. Nagyon érdekes kifejezés. Ismerkedünk vele, ízlelgetjük Feledi Botont külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát ugye azt mondogattuk itt Zolival, vagy az lett így a lényegében az összefoglalása az első részének adóvilágrovatunknak, hogy hát baromi jó lenne, hogyha tényleg olyan egyszerű lenne, hogy a legnagyobb kibocsátókat, akár lakosságarányosan, akár valahogy valamiféle adó büntetése, vagy magasabb adóval lehetne sújtani, de nagyon nem úgy tűnik, hogy mondjuk akár Kínát, akár Indiát be lehet fogni egy ilyenbe. Vagy az USA-t. Így van, így van. Tehát a legnagyobb kibocsátók most akár ezt nemzetállam szintjén nézzük, akár a legnagyobb multinacionális cégek szintjén, mondjuk energiakitermelők és mások. Bizony azok, akik legnagyobb lobby erejük van, és a legkevésbé tűnnek hajlandónak ezt feladni, anélkül, hogy a másik is megcsinálná. Tehát ez egy klasszikus közlegelő probléma. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel küzd az ENSZ, miközben Európa lelkes, meg néhányan lelkesek, hogy mindenki a saját iparát félti. Amerikában demokrácia van, tehát ott ez 4 évente alakul, vagy 8, míg a fejlődő országoknak pedig ez egy nagyon érdekesen összekapcsolódott attitűdje azzal, hogy nekik még jár egy kis kibocsátás, vagy hogy hogyan is lehet ezt értelmezni, hogy a mostani állapothoz a fejlett országok kibocsátása vezetett el, tehát akkor talán nekik jobban kéne visszafogni magukat, hogy ez hogyan működjön. De hogy ne menjünk rögtön ilyen messzire, tehát az EU-ban és a francia elnökség alatt, ami most január 1-ével indult, az Európai Unió francia soros elnöksége, az egyik legfontosabb dosszié, talán Macron egyik kedvence is lehet, ez a Carbon Border Tax, tehát a határon kivetendő karbonadó. Ugye ez egy nagyon régi francia gondolat, valamilyen módon vámot akarnak arra kiszabni, vagy karbon illetéket, ami beérkezik úgy az Európai Unió határain belülre, hogy egyébként nem olyan környezetbarát módon állították elő, mint az európai hasonló termékeket. Ez először a vas, acél, esetleg az energiát jelentheti, de gondoljunk bele, hogy már ez is egy óriási konfliktust jelent rengeteg olyan országgal, aki nem kis részben abból él, hogy mondjuk az Európai Uniónak ad el ilyen dolgokat. Uh-huh. Most a másik félelem ennek kapcsán az az, hogy mi van, ha az európai cégek azt mondják, hogy jó, de akkor inkább Fehér Oroszországba vagy Szerbiába teszek egy gyárat, mert akkor ott nem lesz ilyen probléma, és majd utána behozom, aztán valahogy megoldjuk. Tehát van egy kifelé való költözési reflexről való félelem, van egy olyan félelem, hogy mi az, amit esetleg akkor majd nem adnak ide, mert eladják máshova. És amikor a britek, ami egy nagyon érdekes dolog, a britek elkezdték itt kacsingatni az EU-nak a tervezetét, és alapvetően úgy tűnik, hogy van recepció, ha másért nem azért, mert a fiatal brit szavazók szeretnék. Aha. De ők is azt mondták, hogy ez akkor megy, hogyha legalább a világ fejlett része egyszerre mondja ezt ki, mert egyébként az lesz, hogy a kínaiak azok akkor majd nem az Uniónak adják el a szennyező dolgokat, hanem eladják az USA-nak, vagy Nagy-Britanniának, vagy Japánnak. Tehát, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy az EU ezt kitalálja, és aztán majd megy tovább egyedül. Most ez a gondolat egyébként minden ilyen költlegelős, karbonos, klímás történetben nagyjából igaz, és végeredményben nem lenne ez rossz a belső piaci szereplőknek, nyilván az amúgy protekcionista barát francia gondolkodás nem véletlen kedvelte meg ezt a dossziét. Ami nagyobb probléma az, hogy ez egyrészt még egy észak-dél sebbe is tovább szórja a sót. Uh-huh. Tehát az teljesen világos, hogy a kisebb fejlődő országok, tehát most nem mindig a Kína, hanem az Afrikáról beszélünk, vagy Latin-Amerikáról, számukra azért ez egy nagyon komoly érvágás lehet, és különböző ellenkéréseik vannak, hogy technológiát adjon át akkor a nyugat, hogy tudjanak karbonsemlegesebb módon dolgozni, vagy valamilyen más vámokat csökkentsenek akkor, hogy végeredményben ne jöjjenek ki rosszabbul. Persze hívhatjuk ezt karbonnak, ha Brüsszelnek ez jól esik, de ne végeredményben a számla ne legyen magasabb. Tehát a legkülönbözőbb kérdések. Hát de nem lehet jó ez így akkor a kecske is, meg a káposzta is, hogy így? Igen. Igen, szóval ez itt nem látszik, és az az igazság, hogy ennek az egésznek, tehát veletek és itt a hallgatókkal már sokszor beszéltünk arról,
hogy az én hipotézisem az, hogy a társadalmi óló ugye itt most sebesebben nyílik, mint az elmúlt, mint a 20. század közepéig. És ugye ez az egész klímaügy is azt mutatja, hogy nagyon durván tágítja a különbségeket a kiszolgáltatott szegényebb rétegek és a gazdagok között. Ez ugye az Unióban nem aránytalan ez a kettő csoport, de a világ nagyobb részén igen. És ilyen szempontból ugye az, akinek tényleg a liter vízért kell fizetnie 10 centet, de nem engedheti meg magának, velük extrán fogunk kiszúrni, de szépen lassan ezt lehet érzékelni itt is, hogy ki az, akinek telik majd elektromos autóra, mert egyébként mondjuk nyugat-európai városokban már nem hajthat be. Szóval ez egy nagyon izgalmas társadalmi kérdésé válik, egyben veszélyes és robbanékonyá is, hogy az összes karbonintézkedésünket és klímaintézkedésünket hogyan lehet társadalmilag igazságos módon megvalósítani, hogy a végeredmény ne az legyen, hogy majd a három Tesla gyára felgyújtják. De figyelj, sehogy, nem lehet, elárulom, mert, sehogy. Ha abból indulsz ki, hogy ugye minden évben a képviselők szavaznak a saját bérezésükről, jutatásokról, érdekes módon túlnyomó többsége mindig megszavazzák meg az emelést, úgyhogy hát na... Innen kezdődik, ugye nehéz azt mondani, hogy nem a... Tehát ugye érkeznek nyilván azok a vádak, hogy az is csak a posztkolonialista neoimperializmus egyik eszköze. Igen, persze, nyilván az egyik oldalról lehet ezt mondani. A másik oldalról meg és az meg tetézi az egészet, hogy ugye pont ezek a kitettebb országok azok, akik az egész klímaváltozáson is a rosszabb helyen vannak a legtöbbször. Uh-huh. Tehát ahol láttuk, hogy már most mi történik a közel-keleti térségben, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy Európa fog holnap megfulladni, ha a golfáramlat leáll, akkor Európának is nagyon rossz évei lesznek, de az ország távolabb van, mint hogy néhány... afrikai országban még drasztikusabb helyzet következzen be. Tehát, hogy ráadásul az ő kontójukra megy ez a Kína, Amerika, igen, India, EU játék. Na most, hát azért innen bármilyen modell alapján is nehéz nem azt mondani, hogy végeredményben már megint meg tudjuk jósolni, hogy ki fog dönteni, és hogy ki fogja ennek kifizetni a számláját. És azt gondolom, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv mindig az, hogy csak a minimális lesz megtéve azért, hogy kooperáljanak, és hogy az ott fórú járt társadalmi osztályok azok helyben maradjanak. Stimmel. Tehát ez egy, hát nem Mad Max, de azért... Mad Tex. Mad Tex, nagyon igen. Jó. Igen. Nagyon jó, igen. Úgyhogy ez egy kőkemény történetté fog válni itt néhány éven belül, tehát ezt még látni fogjuk. Csodálatos. Botond, egyszer szeretnénk majd valami olyan témában is felhívni, amikor a te valós éned az ilyen optimista, kedves, jó híreket hozó, ez is ki tud bontakozni, mert egyelőtt át fogod venni Frész Ferenctől az állandó ijeszgető szerepét, úgyhogy ha így folytatjuk. Ajaj, szerintem elszényben vagyunk, ez már rossz hír. Úgyhogy... Ez már rossz hír. Okay, hát egyszer az AD&D-ről beszélgessünk, hogy valami még kis dologról. Rendben, így lesz. Köszönjük szépen az információkat, további szép napot neked. Nektek is hallgatok, meg is szervusztok. Feledi Botond külpolitikai elemzővel beszélgettünk erről a net zero carbon adópolitikáról, hogy egyáltalán milyen jövője van ennek az egésznek. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.